Üdvözöljük Önöket, kedves nézőink! A mai napon ismét Renátával fogok főzni. Üdvözlök mindenkit! És a mai napon mit is készítünk, Reni? Káposztás paszújlevest. Csülökkel? Csülökkel, természetesen. Csülökkel, tehát jó, csülkös káposztás paszújlevest. Mire is van ennél az ételnél nekünk szükségünk? Csülökre. Igen, egy jó fajta füstölt csülökre. Babra. Ez egy májbab, amivel mi nagyon szeretünk dolgozni, mivel nem kell sokáig áztatni. Általában ez 20 percig elég, hogyha beáztatják. És savanyú káposztára. Savanyú káposztára. Mit csináltunk ezzel a savanyú káposztával? Ami... Legalább kétszer átmossuk. Így van, és jól ki... át kell mosni. Kifacsarjuk, hogy nem maradjon benne nedvesség, mert hogy ezt le fogjuk most pirítani. Így van, ezt le is fogjuk pirítani. Illetve szükségünk van babérlevélre, fokhagymára, vöröshagymára, természetesen sóra, borsra, és ennél a levesnél majd készítünk egy rántást, ahová pedig piros paprikára, lisztre és zsírra, és szintén egy kis fokhagymára lesz szükségünk. De az első lépés ez egy férfias mozdulat, és utána én át is adom majd a terepet teljesen Reninek. Gyakorlatilag ki kell nyissuk a csülkünket, hogy egyenletesen jól megfőjön. Ez készen is van, bele lehet helyezni a fazékba, bőrével fölfelé, nagyon ügyesen csinálja, hogy ott pont a húsunk az nagyon-nagyon-nagyon frankul megfőjön. Tehetünk rá vizet. Hideg vizet. Természetesen hideg vizet. Jól lepje el a hideg víz a csülkünket, nagyon fontos. És hozzáadjuk a vörös hagymát. Két fej hagymát vágtunk össze. Így van, két fej hagyma. Körülbelül 6 gereszt fokhagyma. Némi babérlevél. És szemes bors. Amit már beletettünk egy üveg teafőzőbe, és van rajta, ez nálunk egy gyárilag van rajta az étteremben, van rajta a spárga, amivel szépen oda kötözzük a főző edényünknek a füléhez. Meg kell, hogy főjön, ez szerintünk egy 2 óra hossza minimum, lehet, hogy 3, ez a csülök méretétől is függ, félretesszük, addig hagy főjön, és addig pedig Reni lepirítja nekünk a káposztát. Elkészült a csülkös alaplevünk, fogom és kiemelem belőle a csülköt, bízunk benne, hogy nem esik darabjaira. Segítek egy kicsit a kezemmel. Nagyszerű. És most pedig Renáta hozzáadja közben a már beáztatott babunkat. És megfőzzük ebben az alaplében a babot. Addig én pedig összekockázom ezt a csülköt. Elkészült, bízunk benne a babunk, szépen megfőtt. Le is emeljük itt a fedőnket. Úgy tűnik, igen, szép. És gyönyörűen krémesítette is egy kicsit a levesünket. Most azt fogjuk csinálni, hogy le fogjuk szűrni a babot és a még ott benne levő hagyma maradékot. A babot körülbelül a felét ezt külön választjuk, a másik felét pedig a főző lévvel az alaplevünkkel együtt le fogjuk turmixolni. Elkészültünk.
Ez most egy kicsit habos, tehát annyira jól nem fog látszani, hogy ez mennyire sűrű, de megpróbálom lassan beleönteni. Elkészült. Beletehetjük a levesünkbe az itt megmaradt babot, amennyit szeretnénk, amennyire sűrű legyen. Még a hozzáadott babtól. Hát ezt most mindent beleöntöttük. Tegyünk bele káposztát. Nem feltétlenül szükséges mind. Tálaláshoz hagyhatunk magunknak egy keveset. És akkor most jön az alaplé. Összefőzzük így most a levesünket, a belekerült hideg alaplével, és közben elkészítjük a rántásunkat. Közben szépen itt a levesünk már felfő. És így, hogy felfőtt, hozzáadhatjuk a már előzőleg leszálazott vagy összekockázott csülköt. Ha gondolják, nem kell mindet hozzá, de ebből is hagyhatnak egy kicsit a tálaláshoz. Teszek egy kis tejfölt is a rántásba. Így van, mi szoktunk tejfölt rakni hozzá. Bár ez ízlős dolga, ez is. Igen, jobb lesz a textúrája, jobb lesz az íze. Én javaslom önöknek, hogy tegyenek hozzá egy kis tejfölt. Sokkal finomabb lesz tőle a rántásunk. Még a rántásunkat ízesítjük egy picit. És valószínűleg a levesünket is kell, de direkt nem tettem a levesbe még semmit sem. Mert sok íz találkozik most. Egyrészt a rántásunk is fűszeres, ő is egy ízt ad hozzá. Letúrmixoltuk azokat a dolgokat, amik már részben kiadták az ízét, de azért egy kis maradvány ízzel még rendelkeznek. Igaz, hogy öntöttünk hozzá alaplevet, hogy beállítsuk a sűrűségét, de mindezek ellenére csak akkor ízesítsünk, csak akkor fűszerezzünk, ha már belekerül a levesünkbe a rántás, felforraltuk, utána rákóstolunk, és lehet sót, borsot, akár csípőset is belerakni a levesünkbe, befejezni a levest. Szépen elkavarjuk, és hagyjuk, hogy egy jót rottyanjon, és készen van a levesünk. És ezt a tányérunkat pedig egyszerűen csak a lével fölöntjük. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Jó étvágyat kívánunk! Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.